Nemzeti gyásznap van, az aradi vértanúkra emlékezik a magyarság. 1849-ben Aradon ezen a napon végezték ki a szabadságharc 13 tábornokát, Pesten pedig az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. A köztársasági elnök arról beszélt, Batthyány Lajos életműve és halála arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, mekkora érték a szabadságunk és a függetlenségünk. Magyarország lobogójának tiszte meg! Katonai tiszteletadás mellett. Kérek engedélyt október 6-a nemzeti gyásznap alkalmából Magyarország lobogójának felvonására és félárbocra engedésére. Az engedélyt megadom. Benkő Tibor honvédelmi miniszter jelenlétében a himnusz hangjaira először felvonták, majd a szózat kíséretében félárbócra engedték Magyarország nemzeti lobogóját a Kossuth téren. 170 évvel ezelőtt, 1849-ben Aradon, ezen a napon végezték ki a szabadságharc 13 honvéd tisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. Az aradi tábornokok, akik estüttettek a magyar koronára és az alkotmányra, életükben és dicső halálukban is hűek maradtak nemzetükhöz. A Fiumei úti sírkertben tartott megemlékezésen Tarlós István főpolgármester úgy fogalmazott, az aradi vértanúk hazafias kiállásuk, egyenes jellemük, nemzethez való hűségük és szabadságvágyuk miatt szenvedtek kínhalált. A nemzet függetlenségének csorbítása azonban nem tudta visszafordítani a polgári gondolkodás előretörését. A magyar hagyományokban mélyen gyökerezik az aradi vértanúk emléke. Arad és Pest 1849. október 6-a óta a magyarság történetének jeles helyszínei, olyan emlékhelyek, amelyek a hagyomány és a történelem metszéspontjain jöttek létre. Magyarország első független miniszterelnöke nem csak meghalt, hanem élt, dolgozott és küzdött Magyarországért. Batthyány Lajosra emlékezve erről már a köztársasági elnök beszélt. Áder János hangsúlyozta, kormányzása alatt Magyarország rövid időn belül maradandót alkotott abban, amit más nemzetek évtizedek, évszázadok alatt értek el. Nekünk, akik ma fejet hajtunk előtte, az a feladatunk, hogy Batthyány Lajos életművét, hűségét, bátorságát közös örökségünk részeként megőrizzük. Batthyány élete és halála ünnepeken és hétköznapokon figyelmeztessen minket, mekkora érték a szabadságunk, a függetlenségünk. A Fiumei úti sírkertben katonai tiszteletadás mellett koszorúzták meg a Batthyányi mauzóleumot. Az aradi vesztőhelyre pedig az egész Kárpát-medencéből érkeztek megemlékezők. Az 1849-es október 6-ai események helyszínén egyházi méltóságok, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is koszorút helyezett el. Semjén Zsolt arról beszélt, nemzeti ünnepeink mellett a közösen megélt gyászunk is a magyarság megmaradásának fontos záloga. Ez adja azt a közös összetartó erőt a Kárpát-medence minden részén, sőt a világ magyarsága számára is, ami megélhetővé teszi azt, hogy egy nemzethez tartozunk. Hiszen egyszerre ünnepelünk, egyszerre gyászolunk, és ez mutatja azt, és ez jelzi azt, hogy együtt dobog a nemzet szíve. A 13 honvéd tiszt mártír halálára Aradon szentmisével és fáklyás felvonulással is emlékeztek. A kormány 2001-ben nyilvánította nemzeti gyásznappá október 6-át. Országszerte és a határokon túl is mécseseket gyújtottak az emlékezők az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve. Budapesten a Fiumei úti sírkertben Batthyány Lajos síremlékét is meg lehetett nézni a nemzeti gyásznapon. Mécseseket gyújtottak az emlékezők a Batthyányi mauzóleumnál, majd rendkívüli történelemórákon vettek részt. Felidézték Batthyány Lajos újratemetését is. Magyarország első miniszterelnöke 1870 óta nyugszik a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Nem csak Batthyány Lajos van itt eltemetve, hanem Batthyánynak a családja is. A mauzóleumban található síremlékeket a gyásznapon meg lehetett nézni. A látogatók között olyanok is voltak, akiknek ősei harcoltak a 48-as szabadságharcban. Nagyon szeretném mintául adni majd a gyerekeimnek, az unokáimnak, hogy ők is azért erre emlékezzenek.
Leiningen. Gyulán a szabadságharc utáni kegyetlen megtorlásra emlékeztek, hagyományőrzők a városba hurcolt hadifoglyok a magyar tisztikar fegyver letételét elevenítették fel. Konkrétan ezen a helyen, a kastély és a vár közötti téren pont itt kellett letenni a magyar tiszteknek az oroszok előtt a fegyvert az osztrákok megbízásából. A hajdúböszörményi görögkatolikus templomban az aradi vértanúk emlékére gyerekrajzokból nyílt kiállítás. Ők feláldozták a magyar népért az életüket. Pécsett az aradi vértanúk útján tartottak megemlékezést, megkoszorúzták a 13 kivégzett honvédtábornok szobrát, és mécseseket gyújtottak. Rendszerváltozás után volt egy egyedülálló kezdeményezés, hogy minden aradi vértanúnak állítsanak egy szobrot. 1991 és 97 között viszonylag rövid idő alatt megvalósult. Veszprémben Kisernő aradi vértanú tiszteletére szobrot avattak. A kivégzett honvédtábornok nyughelyén, a délvidéki eleméren pedig koszorúkat helyeztek el. Etájnak olyan történelmi múltja van, és olyan öröksége, amelyet ma a 21. században talán úgy tudnék megfogalmazni, hogy a legnehezebb időszakban is hűség a hazához, hűség a hithez, hűség a nemzethez. Kárpát-medence szerte tisztelektek az 1848-49-es szabadságharc mártírjei előtt. Felvidéken a pozsonyi vértanúkra is emlékeztek. Kevésbé tudott, hogy Arad mellett Pozsonynak is vannak saját vértanúi, Pozsony szülöttei, és akiket itt végeztek ki, és tulajdonképpen az ő megemlékezésükre, vagy az ő sírboltjukhoz jöttünk el. Nagyszörősön az 1848. októberében kivégzett Perényi Zsigmond szobránál tartottak megemlékezést. A Kárpáti Magyarság mindent megtett annak érdekében, hogy a hőseink emlékét megtartsa. Sikerült helyreállítani itt Nagyszörősön Perényi Zsigmondnak az emlékművét, ahol azóta is minden évben összegyűlünk. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a szabadságharc mártírjainak bátorsága és helytállása máig példamutató. Perényi Zsigmondnak is az élete, ilyen volt az aradi 13-nak az élete és halála, és azt gondolom, hogy az a történelem is, amit azóta is megéltünk, számunkra erőforrás, hogy minden nehézséget túl tudunk érni, hogyha összefogunk. Batthyány Lajos első miniszterelnök és a 13 aradi vértanú mellett még számtalan áldozata volt a szabadságharc utáni megtorlásnak. Ismeretlen mártírok, akik jelöletlen sírokban fekszenek.